Média partnerünk a sport24.hu. Jó estét kívánok! Ma esti vendégünk Komlósi Gábor. Gábor, jobb érzés abban a székben ülni és mesélni magadról majd, vagy jobb érzés szemben ülni és kérdezni a vendégeket? Jobb kérdezni. Hát egyrészt az ember maradjon a kaptafánál, öreg kutya már ne tanuljon új kunsztokat, másrészt pedig ez valahogy itt szembevilágít, meg sokkal inkább vallató szék, mint ott. Mi sem szeretnénk téged vallatni, de hát miért? Rólad mondta azt... Miért nem? Belefér, nyugodtan. Rólad mondta azt Ütvei Tamás, hogy te vagy a nagy mesélő, aki minden történetet kicsit megfűszerez, másképp ad elő. Hát persze, mert szégyeli, hogy őt mennyire nagyra festem, és akkor ezzel szerénykedik, de attól még ő is tudja, hogy azok igazak. Komlósi legendárium szerinte az, amit róla mesélek már. És a komlósi legendárium mit mesélne Komlósi Gáborról? Hát attól függ, hogy mivel kapcsolatban, de mondjuk várják a Wurlitzer egy korábbi szövege. Most hallottam, már 10 éve nem mondom, azelőtt mondtam rendszeresen, hogy voltam egy tehetséges írott sajtós újságíró, lettem egy közepes televíziós, és na jó közepes, és lehettem volna egy igazán jó menedzser, szervező, ha megadja az élet, de a francba ezt már nem mondhatom, mert itt-ott azért megadta, tehát ott is bizonyítani kell. Illetlen voltam, nem mutattam be mai két kérdezőtársamat, Kovácsi Barnát és Kárász Tibit. Fiúk, ti mit tudnátok idézni a komlósi legendáriumban? Ujjjjjjjj. Hát, hogy mit idézni? Próbáltam én is véleményeket a tanárról kicsalni, és de mindenkitől csak egy mondatot kértem, ez viszont azért nem volt jó, mert mindenki csak a sztorimester különböző változatait írta, de azért egy különösen tetszett, azt írták, hogy a háború sztori kifogyhatatlan mesélője Komlósi Gábor. Mindig szerettél sztorizgatni? Persze, mert két okból. Az egyik, hogy mindig azt mondtam, hogy én nem sportújságíró vagyok, hanem sportról író újságíró, tehát mindig igyekeztem úgy bővíteni a történeteket, hogy az ne csak a sportról szóljon. A másik pedig, hogy ha nagyon szerénytelen vagyok, akkor azt mondom, hogy én már a 80-as években abba a stílusba buktam bele, foci közvetítésként, ami azóta Hajduval, Méhessel, Faragóval és a többiekkel, és talán ehhez is van némi közöm, teljesen polgárjogot nyert. És ez pontosan az volt, ami most azért uralja a tévéket, hogy miért ne csevegjünk, miért ne meséljünk, miért ne sztorizzunk erről arról, akkor ez főben járó büntet volt, ha nem csak azt mutat, hogy Kovács, Kis, beadás, Fejes, jó ide jó, 1-0 gól. Mert akkor még azt hittük, hogy van jó focink. Más sportágokban is volt, ez volt a követendő, most hál' Istennek változott a világ, szerintem helye van a sztoriknak. Megelőzted a korodat? A fenét. Erre voltam képes. Hát valószínűleg azért, mert annyira nem értettem a focihoz, és annyira nem szerettem, hogy engem annyira izgasson, hogy most a Kovács adta be, vagy a Kis. Jó, szállt be a labdát, aztán most vagy befejelte, vagy nem, meg engem legalább annyira izgatott az, hogy most otthon este sírte a gyerek, balhézott-e az asszony, megkapta-e a fizetését, és egyáltalán milyen ember, meg milyen hangulatban van ez a focista, vagy ez a szegény egyéb sportoló, nem pedig csak a gólok, méterek, centiméterek, csúcsok, és így tovább. Hogyha most közvetíteni a focit, akkor téged szeretnének, te a jók között lennél? Én most nem közvetítenék semmi áron focit, ha most közvetítenék, nem lennék a jók között, mert én a magyar focitól felrótom lett, a külföldi meg nem kötött le annyira, és persze követem, nézem, szeretem, de annyira már nem vagyok benne. Egy idő után az ember már nagyon nagyképpen teoretikusan nézi a sportot. Tehát engem jobban érdekel az, hogy nem az, hogy ki lesz a veszprémi vagy a győri kézilabdázók új edzője, hanem az, hogy most hogy a francba van? Spanyolországban megvonták az önkormányzati támogatást a kluboktól, most nem egy Real Madrid vagy egy Barcelona foci csapatról beszélek, de akár egy kézilabda bajnok csapatról. Nosza, az edzők menekülnek Spanyolországból, könnyen meg lehet őket szerezni, hogy van ez, kiszervezi, hogy csinálják, és így tovább. Lehet, hogy nekem már ez izgalmasabb, mint hogy ki a vonalazó, ahogy régen mondták, a jobb szélső. Nem lehet, hogy ez azért van, mert te beleszülettél a média világába, hogy a kulisszák mögött nőttél föl, és... Az a média, és nem a sport. Édesanyám külpoltól, a tánczenéig, divattól, a politikáig mindennel foglalkozott, szegény sport ellen be volt tiltva. Tehát azzal soha nem vádolhattak, hogy ő írja a cikkeimet. A sportban nem láttam bele még, hát maximum annyira, amennyire én is űztem, vagy hogy fiatalon kezdtem riporterkedni.
És hogy lesz valaki riporter vagy munkatárs a Népsportnál 14 évesen? Hát úgy, hogy olyan zseniális, hogy az asztaliteniszben világcsúcsot tud felállítani, bár ebben a sportágban ezt nem tartják számon, nevesen azt, hogy pingpongozás közben úgy és annyi helyen törje el a lábát, hogy be kell fejezni a pályafutását. Aztán mondhatom, hogy a palánk dőlt rám, meg mit tudom én mindenfélét, de hát ez mind tudjuk, az eredményeken nem változtat. És hát nekem ugyanaz volt a baráti közegem, ugyanoda jártam le. És hát ugye őket elhívták a 8-as asztalhoz, meg a 12-eshez, meg a 16-oshoz, én meg ott ültem, álltam. Szerencsére a Nemzeti Sportnak, Népsportnak pedig volt egy zseniális tollú, de halálosan szétszórt riportere, Hámori Tibor, Isten nyugosztalja, aki megengedte, hogy ezáltal segítsek neki, és ha már nem állhattam az asztal mögött, vagy a dobogon, hát akkor, mint itt a harmadik fokon, akkor hát legalább én összeírtam neki eredményeket, infókat, hát valahogy így aztán az öt sorok birodalmából úgy lépegetett előre az ember. Említetted, hogy fontos, hogy a sportoló milyen, hogy ott az ember a sport teljesítmény mögött. Ez mikor fogalmazódott meg benned, hogy ezzel érdemes foglalkozni? Hát most mondhatnám azt, hogy kezdetektől, mert hogy én is onnan jöttem, meg az öltöző szaga, meg ami hozzá tartozik a sportvilághoz, de mondok csúnyát. Én rájöttem, hogy a külföldi focit azért nem szeretem már annyira, a magyar focit meg még annyira sem, amióta bejött ez a 16 meg 245 kamerával közvetítünk egy meccset. Ugyanis látom mindenkinek az arcát és a gesztusát. És Isten bocsássa meg bűnömet és elnézést a kedves foci szurkolóktól. Én nem várom, hogy ezek egyetemi tanárok, vagy nem tudom milyen kisasszonyok legyenek, de néha a primitívséget is, vagy egyre többször a primitívséget is látom, és az nem tetszik. Nekem a sportoló azért még mindig a magasztos, a küzdő, a nemes, a pallérozott ember, és azért nem mindig ezt látom. És azóta pláne vonzanak azok, akik ilyenek. És talán így került ehhez közelebb az ember. Régen sem voltak már ilyenek, vagy csak nem láttuk? Na, nagyon jó a kérdés, nem tudom. Nekem életem legnagyobb, hogy milyen vágya teljesült, és életem legnagyobb kudarca, amikor én megismertem Paplacit, Hidegkútit, Puskást, nem tudom, személyesen beszéltem velük, és adott esetben egy közös szereplés előtt is a függönyök mögött, és hát én meg voltam győződve, hogy ezek az istenek, ezek a heroikus győzők, és most nem ironizálok, komolyan mondtam, hogy ezek nem is esznek, de hogy WC-re nem járnak, az tuti, hát hogy aztán köpködnek, káromkodnak, büfögnek, kölcsönkérnek tőlem, és nem is adják meg, és hát ez meg ugye eszembe se jutott. Na most kiderült, hogy de igen. Baromi fura, amikor az embernek azért egy olimpiai bajnok akarja megpucolni 100 forintért a cipőjét a műcsarnok lépcsőjén. Jó, nem ma volt, de akkor is. Már pedig volt rá példa. Ez nehéz lecke, ez a felnőtté válásnak egy igen komoly állomása. Hol találtad meg a sportban azt a területet, ahol igazán szerettél lenni, ahol a hősök voltak? Nem biztos, hogy ott találtam meg, ahol a hősök voltak, mert mondhatnám, hogy az asztali teniszben, de nem tiszteltem hősként a sokszoros Európa-bajnokot se feltétlenül, ami nem azt jelenti, hogy én mondtam volna róla egy rossz mondatot is, de mondtam. De tiszteltem a sport teljesítményét, az emberi nagyságát. Más kérdés, hogy az idővel szembesült vele az ember, hogy attól, hogy azt tetensz világbajnok, még a világ legnagyobb lintje, és életében nem érkezett egy nap késésnél hamarabb egy randevúra. Most jó, azért ezt vegyük idézőjelbe. Nem tudom. Sem sport, ez nem így közlekedik az ember, hogy most hősökre vadászom, vagy akarok ilyenekkel találkozni. És meg lehet találni a hétköznapokban a kisgyerekek, az ifjúsági sportolók között is azokat a hősöket, akik nem biztos, hogy olimpiai bajnokok lesznek, de valami olyan magasztosat mutatnak. Mondok egyet, nem én forgattam, Kopecki Lajos kollégám, nem akarták leadni, én leadtam szerkesztőként, egy öreg fiúk tenisztorna volt, már ment le a nap, és a bácsi ott ült a kövön. Ha úgy tetszik, akkor hülyét csináltak belőle, hogy szenilis, ha úgy tetszik, felemelték, hogy micsoda sportember. És már mindenki elment, ellenfél bíró. És oda nyújtotta a riporter az orrá alá a mikrofont, hogy de hát mit csinál itt bátyám? Hát hogy mit? Ki fognak zárni, ha nem játszom le a második szettet, azt is meg kell nyernem. És mondták, hogy de nyert, 6-4, 6-3-ra. Nem nyertem, mondta, és nem ment haza, amíg nem jött a gondok is, hogy farkaskutyával, hogy de most aztán már tényleg bezárják a pet, mert ő teniszezni akart. Szenilis volt? Igen. Egy nemes sportemberi gesztus vezérelte? Igen. Na most döntsük el, hogy akkor ez melyik.
azért lettél nem csak sportos újságíró, mert meg akartad mutatni ezeket a történeteket, és akkor ezeknek a történeteknek... Azért lettem sportos újságíró, hogy ezeket megmutassam, mert ezt máshogy nem lehetett. Én amikor ugye kezdtem 74, bár persze akkor nem gondoltam át itt tudatosan gyerekfejjel, de a sport az egyik szelep volt Magyarországon. Ilyen volt Hofi Géza, meg még egy-két dolog, a Mikroszkóp Színház színpad, de a sportban például egy Szabó Feri nevű újságíró nagyon sok mindent írt. Jakab József megírhatta a Lötyögés a semmibe a BM csapatáról, az újpesti Dózsáról, hogy hogyan edzenek. Másképp is az egyetlen változás az volt, hogy kirúgták az edzőt, aztán az Öregvárhidit, és akkor mással és másképp lötyögtek tovább. De a sportban lehetett megírni ilyen dolgokat. Másút akkoriban még nem nagyon. Akkor ez egy lazább talaj volt olyan szempontból, hogy engedékenyebb volt a karhatalom. Igen. Meg hát azért ott a 100 méter azért az mindenkinek 100 méter. Ma már ebbe se vagyok biztos, de akkor még azért többé-kevésbé így volt. Meg ez persze lehet a nosztalgia, de akkor még szeretetre méltó bundák voltak. Mert akkor nem komoly pénzekről, fogadási csalásokról szólt elsősorban, az is volt, hanem ilyen kis előnyökről, hogy most mi ezt verjük, meg ti azt, ez se szebb, ez se jobb, de vagányabb, mondjuk így. Nézzük meg szerintem egy bejátszást, amikor te az újságból átigazoltál a tévéhez, és gyakorlatilag karriered egyik leghosszabb időszakát töltötted a Magyar Televíziónál két részletbe. Most nézzük meg azt, amikor téged a nagy öregek bemutattak, mint egy kisfiút, mint egy újoncot a Magyar TV-ben. Mesélj valamit magadról, ugye hát új arc vagy, bár már más műsorokban, televízióban láthattak a nézők, de azt nem szeretnének megismerni. Szememre vetették, hogy más műsorban pingpongoztam. Hát én maradnék is ennél, mert azt hiszem nagyon nagy képűen hangzik, hogy asztali teniszeztem, mert az eredmények közel sem voltak olyan jók. Viszont ezzel bejátszottam magamat, talán szabad így fogalmazni, a Népsporthoz, ahol 7,5 évet dolgoztam. Hát azt, hogy jól vagy rosszul írt az ember, lehet vitatni, de hogy gyorsan dolgozni, ott tanult meg, ez azt hiszem kétségtelen. Átigazoltam a Népszavához, egy évig voltam itt sportújságíró, sportszerkesztő, és most belecsöppentem, és itt barátkozom a mély vízzel. Mindig azt szokták ilyenkor kérdezni, hogy hogy lehet oda kerülni? Te hogy kerültél ide? A televízióhoz? Talán segített a Népszava, hiszen ezáltal kerültem az Új Reflektor magazin stábjába külsősként. Sport mindig érdekelt, és előtte elég sokat rádióztam, ami azt hiszem, hogy a televízió kis testvére, nagy testvére, és hát mindig vonzott a gyorsaság, az azonnaliság, talán a televízióban könnyebb, ugyanakkor nehezebb is, hiszen az ember szívesen fecseg sokat, és a néző már rászólna, hogy a képen ez látszik. Hát majd befogom a számot. Nem voltál egy izgulós típus, egy olyan visszafogott típus? Nem a fenét. Most itt a végén azért első, ez volt az első kamera előtti szereplésed a Telesportban? A Telesportban igen. Nem szokták azt mondani, hogy akkor majd befogom a számat, utolsó. Hát igen, ebből volt is bajom az első adásom után, amit én vezettem, és nem járunk sokkal messzebb, bocsánat, ehhez képest, ugye ha ez volt csütörtök, az vasárnap, akkor három nappal, és hétfőn behivatott Radnai elvtárs, Radnai János az akkori főszerkesztőt, hogy na gyere csak be hozzám, te kis forradalmár. Ezt kedvesen mondta, de nála ennél pejoratívebb kifejezés nem volt. És hát az gondolkoztam, hogy mit szúrtam el, milyen adatot, mit mondtam, az áfenét, két bűnöm volt, hogy kidobattam magam elől az asztalt, és keresztbe tettem a lábamat. És azt mondta, hogy a mi nézőnk, nem tudom, hogy ki az a mi nézőnk, akit szó szerint így mondta, akinek a lábára lépnek a buszom, akit igazságtanul letol a főnöke, akit megcsal a felesége, akinek rossz jegyet hoz a gyereke, este hazajön és végre lerúgja a cipőjét, az egy szent képet akar látni fölfestve a falra, nem pedig azt, hogy te laza vagy és jópofa. És mondtam, hogy nyeljek karót? És azt mondta, hogy igen. Túl sokáig fogadtam meg, én nagyon sokáig ezután karót nyelt műsorvezető voltam. Honnan vetted a példát, mert azt mondtad, hogy... Azt hittem, karót, arra a példát? Nem, arra, hogy lazább voltál, vagy hogy kidobattad magad elől az asztalt, keresztbe raktad hát, a idegesített az, iszonyatosan tiszteltem teljesen, nyilvánvalóan Knézit, Gyulait, stb., de én úgy éreztem, hogy az milyen borzalmas, ezt összegyűrhetem, vagy nyugodtan. Kérek egy olyan papírt, hogy elmondták így a Totót. Bayern München, Werder Bremen, 2-1, 1-es.
VB Stuttgart, és ilyen barzalmas, de nem volt életszerű. Hát én, aki totóztam, hát ott egy ilyen kis cetlivel, ugye ekkora volt akkor a visszaigazoló szelvény az ember, és én azt hittem, hogy én milyen jó leszek, empatikus, hogy első adásomban, hogy én itt irogattam, hogy egyes, és tényleg szurkoltam, és a francba egy totógyilkos, és mondtam, hogy remélem önöknek jobban sikerült. És hát a jó Isten és Bodor László rendező mentett meg attól, hogy azt mondta, hogy ezt a részét vegyük föl újra, mert én ezt nagyon lazának és nagyon jó fejségnek éreztem. Nem állt jól nekem ez, én nem voltam annyira laza, én nem voltam annyira oldott, és nekem ez idétlen volt. Ehhez egy Héder Barna kellett, aki hülyén hangzik, egy férfira ilyet mondok, de sármos volt, jól adta le a dolgokat. Nekik jól állt, nekem nem. Hát te is voltál sármas, van egy képünk is. Hát az, hogy ilyen gyönyörű szép fiú voltam ekkora hajjal és ilyen kis hassal, az más kérdés, de ezt az idő szépíti meg. Az ember nem vett fel más stílust a kamera előtt, hogyha nem olyan a valami? Hát épp ez volt a baj, hogy fölvettem. De hát lehet ezt jól csinálni? Hát de lehetne, illetve hát annyiban, ha úgy tetszik, jót csináltam, hogy nem bakisztam olyan nagyon sokat, nem ott mondtam nagy fiú marhaságokat. Hát ez más volt, ez Vár szigetén, a Manöken, a Divat Fesztiválon, Modefest International, Pataki Ági, meg egy svéd hölgy. Tényleg írtam divatros. És, de nem, én az életben azt hiszem lazább voltam egy fokkal, de akkor még a televízió az ilyen volt, és akkor jaj, nekünk más volt. Szóval emlékszem, hogy ült Takács Marika, a kor bemondója, ez volt a képhatár, idáig lehetett látni, de ez alatt ott volt a zsömléje, a hajkefe, a szerelmes levele, a lánya leckéje, amit írt meg, mit tudom én. Na de azt nem volt az úristen, hogy megmutassák. Hát ma minimum készülne egy olyan film, hogy nézzünk a kulisszák mögé, és akkor ott lehetne látni. Akkoriban ez nem volt divat. Stílus teremtettél? Á, fennét, ahhoz kicsi voltam, én nem teremtettem én semmit. Egyrészt állandóan tüzet oltottunk. Tehát ezek olyan jól hangzanak utólag, hogy én ezt teremtettem, meg ilyen stílus, meg ezt akartam meg. Örültünk, ha lement az adás. Hát el nem lehet képzelni. Hát mit mondjak az őszinte rémületről? Ma ugye mondjuk, ha mondanának totó eredményt, vagy sorolnak bajnoki eredményeket, akkor feliratozó gép, számítógép feladja egy pillanatokat. Akkoriban volt egy nagy falap, megjelent a sportfogadás és lottóigazgatóság embere csirizzel, és egy kinagyított totószelvény, és az felragasztotta a tábla egyik oldalára. Amikor már baromi sok volt, akkor a másik oldalára. Na és ekkor éltem meg, igaz szerkesztőként, de átéreztem Gulyás László műsorvezető sorsát, hogy elkezdte olvasni, akkor maradjunk ennél, hogy nem tudom, VfB Stuttgart, Bayern München 2-1-1-es, és ki volt írva, hogy Udinese, Fiorentina 2-es. És ő olvasta tovább, és ott egész más meccsek voltak. Most a Gulyás hozott le rossz eredményeket, vagy a táblának mutatjuk a rossz oldalát, és az milyen, hogy adás közben így megfordítjuk, és akkor nagyon kínos volt. Csomó sporteseményről Geleta Pál fotóit mutattuk be, de amikor azt mondjuk fölvettük a műsort este 8-kor, akkor nekem el kellett mondanom, hogy amint látják Geleta Pál fotóján, amit még akkor laborált, tehát még a Geleta se látta, nemhogy én, és el kellett mondani, hogy mi lesz rajta. Vagy ha azt mondtam, hogy megkérem kedves kollégákat, hogy mutassák végre azt a képet, akkor azt utólag úgy mondták, hogy beinzertálták, betették már ez elé 10 másodperccel, magyarán belőlem csináltak hülyét, hogy mit kérem én, hogy mutassák azt a képet, miért sürgetem, már rég látni. Az volt a lényeg, hogy elkészüljön valahogy a műsor. A technika még annyira, hát nem is kezdetleges, de hát közel nem ennyire kifinomult és kicsiszolt volt, hogy, és ugyanez volt a Népsportnál is, rettegtünk, hogy ne ússzon el a lap, elkészüljön időre. Önéletrajzot tartok a kezembe. Ez a te önéletrajzod, és itt a képességek, készségeknél különböző tulajdonságok vannak. Ez valami amerikai stílus, ami bejött, igen, és oda igen, be igen kellett írni minden szépet, jót, hazugságot. Mit hazudtam? Csak felolvasnék egy-kettőt. Kreativitás, empátia, kiemelkedő kommunikációs és előadókészség, célorientáltság, előrelátás, közvetlen, de határozott vezetői stílus. Ez hát ma már egy sorba leírnám, zseni. Mit kell ezt részletezni? A kérdés arra irányul, hogy a televízióban ebből mennyit lehetett megmutatni? Semmennyit, meg ez azért vicces ez így, miközben teljesen jogos, mert én írtam, hogy ez a legszebb lány a halpiacon. Tehát ugye, hogy mindenki otthon baromi szép, aztán följön az országos szépségverseny, és kiderül, hogy mindent. Ez véletlenül sem valamilyen televíziós állásra való pályázatnál, ilyet soha nem pályáztam, íródott, hanem ez azt hiszem akkor, amikor minisztériumi sajtófőnök lettem, és utólag kellett írni egy ilyet, mert nem tudom, hogy utólag pályáztatták, vagy a franc tudja már, hogy volt. Na a lényeg az, hogy mondták, hogy minden szépet jót, mert ezekre plusz pontokat adnak. A televízióból ebből
televízióban igazából semmi, vagy nem sok látszódott. Hogy a televíziós koromban is nyüzsögtem, ezt onnan tudtam, hogy akik eddig szerettek, azok is elkezdtek utálni, és azért, amiért szerettek a 90-es években, magyarán, hogy nekem akkor cégem volt, akkor titkárnőm volt, meg mit tudom én, akkoriban még ez olyan úri hiúság, csúfságnak, vagy nem is tudom, vagy ilyen kapitalista beszivárgott valamilyen vonásnak tűnt. Aztán később, amikor ebből lett másoknak is jó, mert ők is dolgoztak, ott pénzt kaptak, kerestek, akkor már úgy jobban tetszett, de fura szemmel néztek az emberre. Hát ennyi látszott belőle, ez kétségtelen. Most, ha jól vettem ki a szavaidból, akkor az újságíró iskoládról beszéltél? Is, de nem elsősorban, vagy nem csak az volt. Akkor én vállalkoztam ezzel, azzal, amazzal, mindennel próbálkoztam, mert tudtam, hogy kell, mert tudtam, hogy most olyan időket élünk, mert tudtam, hogy a tévés szereplésből, a képernyős életből nem lehet megélni. Én ennyit se jósoltam magamnak, ami volt itt közösen, azt hiszem 18, vagy nem is tudom hány év. Csupán. Jó, persze így sok, de egy egész életre kevés. Tessenek úgy számolni, szóval, hogy az nem Magyarországon van, ahol a 70 éves, még messze nem vagyok annyi, de ahol a 70 éves riporternek még ott a szobája, és eldönti, hogy egy héten kére egybeosztást vagy sem. Ez még szegény Vitrainek se járt ki, aki amúgy messze nem szegény. Ha Vitrai Tamás, akkor ő példakép, vagy csak a szakmában a főnök? Hát ő a főnök, meg én mai napig így szólítom. Nekem ő sok munkahelyen volt főnököm, nem csak a médiában. Nemzeti Sporttanácsnak volt az elnöke, amikor én az első beosztottja voltam, és így tovább. De hát ő volt az Isten a tévében mindenféleképpen. Ő volt a rettegett, mindenki fél tőle, nem csak én. A legnagyobbak is, félreértés ne essék. És soha nem felejtem, a legelső értekezleten, amikor visszajött először Telesport főszerkesztőnek, akkor véletlenül belém botlott, és megkérdezte, hogy ott van-e már mindenki az értekezleten rávárva. És mondtam, hogy persze, természetesen. Nem, elszúrtam. Megkérdezte, hogy ott ül-e már mindenki. És mondtam, hogy persze, mindenki itt van. És erre most nem fogom csinálni, de rám üvöltött, hogy nem ezt kérdeztem. Mondom, akkor mit? Hogy ott ülnek-e? És nem azért, mert ilyen bátor voltam, hanem azért, mennyire összecsináltam magam. Mondom, nem, de ha kívánja, akkor leültetem őket. És mondta, hogy nagyon lekötelezne. 30 másodperce van rá. És nézit, és mindenkit le kellett ültetnem, mert jött Vitrai, tehát és sikerült, nem az én érdemem, hanem mert ők is féltek tőle. Aztán később hát egész más lett a viszony, de én azt az egyet bánom, hogy nem hallgattam Ági nénire, Telesport legendás titkárnője volt, hogy 30 éven át, aki 5 éven át verte a fejemet, hogy egy műsorom után, hogy Gábor, Tamás mit mondott? Mondom, nekem semmit. Nem volt fönn nála? Mondom, hát miért? Hívott? Nem. Hát akkor mondom, akkor miért menjek? Akkor nem megyek. Voltak olyanok, akik a 100 métert vagy a 20 lépcsőt azt 9 másodperc alatt futották, hogy adás után rögtön fölmenjenek hozzá és megkérdezzék, hogy hogy tetszett. Én bután nem tartoztam ezek közé, mert ha nem 9 másodperc, de 90 perccel később fölmegyek, vagy másnap reggel is kérdezem, akkor rengeteget tanulhattam volna tőle, így ez csak az utolsó 20 évben adatott meg. És szívesen fogadta a többieket? Vagy ez nem váltott ki benne ellenszem? Ezt nála soha nem lehet tudni. Ő ért ahhoz, hogy olyan válaszokat adjon, amiből soha büdös életben nem tudott meg, hogy igen vagy nem, vagy hogy most tetszettél neki. Majd mondok egy példát. Volt Vitrainak évtizedeken át egy műsora, Teleráma, igen, a tévé mögöttes dolgait, kulisszatitkait mutatta meg, és ezt mai napig nem értem, hogy miért, én örököltem tőle, ez nem csak sport, sőt, ez nem sportműsor volt. De az első adásban, amit én vezettem, ebben vendégem Vitrai Tamás, élő egyenesben, felvétel, tök mindegy. És megkérdeztem, nagyon jó kérdés volt, hogy most az elektronikus stáblisták és a feliratok idején a riporter lelke, az átjöhet-e a közvetítésen? És így rám nézett. Néz, nem mond semmit, jó, de kínos. És azt mondja, vegyük például az északi sít. Na akkor voltunk túl a téli olimpián, amin északi sít csak én közvetítettem. Hú, mondom. És azt mondta, hogy tulajdonképpen átjöhet. Na most nekem ember azóta, vagy annyi ember nem gratulált, hogy téged hogy megdicsért a Vitrai, hogy hogy átjön a te lelked. És pláne nem annyian mondták, hogy hát ez nagyon égő volt, hogy azt mondta a Vitrai, hogy hát átjöhet, de a tied aztán soha. És
hogyha ma megkérdezem tőle, mert ma már lenne merszem, hogy főnök, most akkor mire gondoltál, hogy ez miért jut eszi? Gábor, nem is emlékszem egészre. Mondja erre. Hát szóval vele azért nem volt könnyű. A te lelked mindig a pingpongnál jött el te legjobban, mert azt ismerted a legjobban, vagy pont azért voltál ott egy kicsit távolságtartó, és lett másik sportága? Hát nem azért lett másik sportága, hát a Népsportnál sokáig nem engedték, hogy írjam, mert azok lettek akkor a menők, akikkel én együtt indultam, együtt kezdtem versenyezni, és az mégiscsak hülyén néz ki. Hát tévében? Nem tudom, volt olyan, hogy Bátorfi Csilla úgy ítélte meg sokszoros Európa-bajnokként, hogy én beszóltam neki. Nem tudom, ők ott, ha arra utalsz, és kénytelen vagyok én kimondani, ez a jobb taktika, akkor megfogsz utána vele, hogy ha arra akarsz utalni, hogy életemben egyszer, jó, másfélszer szektem meg a szabályt, hogy sportoló nővel nem szabad kezdeni, ugye Fazekas Marcsi Európa-bajnok nővel nem titok, újságok is megírták annó, volt néhány közös évünk, de akkor átadtam Matúznak az asztali teniszt. Jó, az olimpián, most mondhatnám, hogy azért, mert Matúz fölmondott az olimpia előtt, nem emiatt. Ott én közelítettem Fazekas Marcsi versenyét, de hát nagy baj nem volt vele az aténi olimpián nekem riporteri szempontból, mert ugye hát nem ő nyerte a versenyt, bár nagyon jól játszott. De nem hiszem, hogy különösebben így kötöttem volna a pingponghoz. A pingpong egy család volt, egy nagy család, ami engem akkor befogadott, persze kritizált, cikizett, de egy darabig, egy határig elismert és szeretett, és ez jó volt. Én szívesen repkedtem a pingpongosokkal, és a sikereik idején is számos aranyat is közvetíthettem. Nézzünk meg egy ilyen aranyérmet, ez azt hiszem 90-es évek eleje, vagy 80-as évek vége, egy Európa-bajnoki győzelem, amit te hát közvetítettél a Bátorfi 88 Párizs, vagy 90 Göteborg. 89-ben VB volt Dortmundban, azon azért nem nyertünk. Meg lesz, lányok, meg kell, hogy legyen. Megszolgáltatok érte. Megvan! Na, most már egy puszira is futja a lányoktól. Bátorfi Csilla, Virt Gabi a csapatverseny után a női párosban is Európa bajnok. Kérem, most azt kell mondani, hogy szép volt, lányok. Én azt mondom, hogy lányok, kiküzdöttétek, ez magyaros, kemény dolog volt. Az öröm pillanatai után pihenjünk egy kicsit, és a második részt egy kicsit más felállással, de innen folytatjuk.